Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban bemutatjuk, hogyan érintik a koronavírus járvány miatti szigorítások a Baranyai és Tolnai sportegyesületeket. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Ez már a 6. hét közös edzés nélkül a Paksi FC NB1-es csapatának házatáján. Vannak, akik nem bírják már a tétlenséget, és a napokban kis csoportosnak nevezett közös labdás edzéseket kezdtek el, reménykedve a május végi újraindulásban. Pakson ennek a megoldásnak a jelenlegi helyzetben nem látják értelmét. A vezetőedző meggyőződése, hogy bármilyen korlátozással, erős kontrollal nem lehet maradéktalanul betartani az előírásokat, és így kockáztatják saját és mások egészségét, akik mondhatni a fű alatt ezt megteszik. A 6. hét kezdődött meg úgy, hogy nincsenek labdás edzések, nincsenek meccsek, a Magyarországon is legtöbb sportolót érintő legnépszerűbb sportágban, a labdarúgásban. Tolna megye egyetlen NB1-es csapatánál is a leépülést megakadályozandó, egyéni otthon elvégzendő, a szakmai stáb által egyes játékosokra bontott fizikai edzések zajlanak több mint 40 napja. Aminek természetesen kevésbé örül a vezetőedző Ostermayer Gábor. Szerintem becsületesen elvégzik, nyilván a mérkőzés terhelések nagyon hiányoznak. Május elején lesz egy megbeszélés MLS szinten, ahol talán eldől az, hogy folytatódik a bajnokság vagy nem. Igazából minimum 5 hetes felkészülésre lenne szükség innentől, hogy ennyi kimaradt. Egyes csapatoknál külföldön és idehaza valamiféle kis csoportos edzések kezdődtek el. Pakson ebben egyáltalán nem gondolkodnak, nem is látják értelmét. Cseppet sem mellesleg, igyekeznek maximálisan betartani a járványügyi előírásokat, és ferde szemmel néznek azokra, akik ezt nem teszik. Inkább azok a csapatok edzenek, akiknek sok a külföldie, mivel külföldieket nem engedték haza. És tulajdonképpen csúnyán fogalmazva nem tudnak velük mit csinálni. Szerintem egyelőre felelőtlenség ilyet csinálni, mivel a kormány is efelé tendálja a dolgokat, hogy kerüljük a csoportos megbeszéléseket vagy edzéseket. Tehát tulajdonképpen ennek jelenleg semmi értelme nincsen. Szerintem, mert vannak játékosok, akik nem csak paksiak, hanem mondjuk Pestről érkeznének. Ugye a Pest az egy gócpont, most ide esetleg elhozza azt a járványt, akkor tovább terjedhet, tehát ez én szerintem felelőtlenség egyelőre. Ostermayer Gábor meglátása szerint komoly kockázatot jelentene a játékosok részére, ha úgy indulna el mindjárt május elején a bajnokság, hogy nem játszanak több felkészülési mérkőzést a csapatok. Így vágnának bele a szerda-szombat ciklusú, komoly fizikai erőigénybevétellel járó heti 2 tét meccsbe. Komoly állóképesség kellene azt, hogy bármelyik csapat is ezt bírja, illetve olyan rehabilitációs vagy orvosi stáb, hogy végig lemenjen az 1 hónap, hogy hát nem tudom, hát elég komoly kellene ehhez, hogy ezt folytatni lehessen. Nyilván szükség lenne felkészülési mérkőzésekre is, véleményem szerint, mert ennyi leállás azért se télen, se nyáron szerintem nem volt. Ha a járványügyi helyzet fokozódásai miatt mégis lefújnák a bajnokságot, Pakson is fellélegezhetnének, hiszen legalább 4 csapat, köztük a PFC is erősen érintett a kiesés ellen folytatott ádász küzdelemben. A tavaly évvégén érkező saját nevelésű vezetőedző Amondó, a folytatás, a játék, az mindenképpen kell, bármi is legyen a végeredmény. A másik körben 16 pontot gyűjtöttünk, az tulajdonképpen a 6. helyre lett volna elég. Most kezdődött a 3. kör, ugye most eddig gyűjtöttünk 2 pontot, a másik körben, amikor átvettem a csapatot, akkor 1 pontunk volt ilyenkor, és mégis 16 pontot gyűjtöttünk, tehát tulajdonképpen én nem tartok attól, hogy most nekünk kell játszani, örülnék neki, hát erről szól a világ. Más csapatoknak is vannak nehéz meccsei, tehát a Debrecen Újpest sincs szerintem jobb paszba, mint mi. Az Zalaegerszegnél látszott egy feljövő forma, de jelenleg még csak most értek minket utol, tehát azt se lehet mondani, hogy mi annyira rosszak lettünk volna. Ha már arról beszélünk, hogy az Zalaegerszeg milyen jó, egyelőre még mögöttünk vannak. A vírushelyzet olybá tűnik, financiálisan nem tenné bizonytalanná a közeljövőt, ami más élvonalbeli csapatok esetében nem biztos, hogy elmondható. Folynak a tárgyalások azokkal, a játékosokkal, akiknek június 30-án lejár a szerződése, és igényt tartanak továbbra is a játékukra.
Erősítés gyanánt neves magyar játékosok leigazolására továbbra sincs szándék és pénzügyi lehetőség sem. Alsóbb osztály fiatal tehetségei vannak a Paks célkeresztjében. Mi olyan labdarúgókat tudunk leigazolni, akinek lejárt a szerzése, tehát szerzésből kivásárolni nem tudunk senkit, és ha esetleg lejárt a szerzése, akkor azokat a játékosokat tudjuk idehozni, akikre éppen a más klub nem ígér rá. Tehát volt erre példa télen is, hogy én szerettem volna egy játékos, de a másik klub többet ajánlott neki, és ezért oda ment. A Paks nem egy nagy büdzséi csapat, ami gyakorlatilag rámutatok egy játékosra, hogy hozzátok ide, akkor ide hozzák, hanem pont az ellentéte, keresünk mi is a fiatalokat, vagy éppen az MB2-ből főtörekvőket, ilyen volt például a Szélpár Norbi, akit Békéscsabára igazoltunk, és alapember lett itt a csapatba. Hát ilyen típusú játékosokat keresnénk, akik motiváltak az MB1-re. A másfél évtizede lefektetett alapelv nem változik a jövőben sem. Csak magyar, illetve magyar származású játékosok szerepelhetnek a Paksi FC-ben, amiért nem csak idehaza, hanem európai kitekintésben is megsüvegelt csodabogárként emlegetik Tolna megye remélhetőleg jövőre is élvonalbeli csapatát. Kosárlabda nyelven szólva, a tavaly ilyenkor leukémiával diagnosztizált a KSC Szekszár csapatában szereplő fiatal felnőtt válogatott kosárlabdázó Gereben Lívia abszolút győzelemre áll eme súlyos betegséggel szemben. Szervezetének erőssége a szakszerű beavatkozások gyógyító hatásaként már régebb óta végez egyre nagyobb terjedelmű és intenzitású edzéseket otthoni környezetében. A magyar női kosárlabdázás kevés nagy tehetségeinek egyike már tervezi, hogy csapata augusztus végi első felkészülési edzésén részt vesz, és a többiekhez képest már 70-80%-ban teljesíteni is tudja az ilyenkor szokásos feladatokat, a többi pedig egy ilyen tehetségnél időarányosan jön majd magától. Szinte egy ország szurkol neki még mindig, hogy megnyerje élete legnagyobb meccsét Gereben Lívia, a magyar női kosárlabdázás üstökösként berobbant egyik legnagyobb felfedezetje a szervezetét tavaly megtámadó súlyos betegség, a leukémia ellen. Az elmúlt egy év orvosi beavatkozásai után van ok jócskán az örömre. A válogatott kosárlabdázó paraméterei több mint bíztatóak, nem csak a teljes felgyógyulása, hanem élsportolói pályafutása folytatását illető. Is. Ha nincs ez a világjárvány, nem áll meg a sportélet. A sok oldalon képzett magyar kupagyőztes bajnoki ezüstérmes játékos minden bizonnyal részt venne már Zsejko Gyokics-féle májusi levezető edzéseken is, mert fizikai állapota ezt már örvendetes módon bőven lehetővé tenni. Mindenképpen nagyon jó így egy év után, hogy már látom a fényt az alagút végén. Ugye sajnos egy ilyen betegségnél csak 5 év tünetmentesség után lehet arról beszélni, hogy valaki teljesen meggyógyul, de persze én teljesen egészségesnek érzem magam, illetve már az orvosaimtól is engedélyt kaptam arra, hogy sportoljak itthon, illetve kimenjek futni, meg biciklizni. Úgyhogy nagyon várom már, hogy újrainduljon a szezon. Fél órákat fut, egy órát kerékpározik, miközben otthoni körülmények között speciális erősítést is rendszeresen naponta végez. Ez az utószezon, amit Zsajkó szokott nekünk csinálni 4-6 hetes edzésekkel, ezen már szerettem volna részt venni, persze nem tudtam volna azért olyan edzésmunkát végezni, mint a lányok, mert amellett, hogy én egy évet kihagytam, ugye azért kaptam kemoterápiás kezeléseket is, ami elég sokat kivett belőlem, de mindenképpen valami könnyebb edzésmunkát végeztem volna az idő alatt. Csapatával, a KSC Szekszárdal a nehezebb napokon is együtt élt lelkileg a szó legszorosabb értelmében. A Sopron elleni magyar kupa döntőn nagyon szurkolt azért, hogy az történjen, ami 2018-ban, máig nem felejtendő a soproni mérkőzés, újra legyőzzék az itthon sok éve uralkodó sztárcsapatot. Örül annak, hogy a magyar játékosok szinte mindegyikével sikerült megegyezni a klubvezetésnek, reménykedik, hogy több játékost, különösen azokat, akiknek a teljesítményét nagyra értékeli, sikerül megtartani a külföldiek közül. Én 2 légióst ugye nem ismerek, a Maját, illetve a Time Marshall-al, nekem nem voltak csapattársaim, igaz, nagyon pozitív dolgokat hallottam róluk, viszont Erika McCall és ugye Ivana Dojkic-sal már együtt játszottam, őket nagyon-nagyon szerettem a pályán is, és a pályán kívül is, illetve Sarah Krinic ugye
magyar játékosnak számít. Mindhárman nagyon közel állnak a szívemhez, illetve az összes magyar játékos, tehát úgy gondolom, hogy megint egy olyan csapat légkör gyűlhet itt össze, ami együttőkártya lehet minden csapattal szemben, bármennyire lesznek jó játékosok is ott. Nagyon várja már a vírus közép-európai, legfőképpen magyarországi lecsengését, ezáltal az augusztus vége felé tervezett első közös edzésen való részvételt. Lelki szemei előtt már megjelenik a szeptember végi, október elejé bajnoki rajt, a visszatérés nagy pillanata. Ha augusztusban el tudjuk kezdeni a felkészülést a csapattal, én biztosan ott leszek és edzeni fogok, hiszen most is minden nap edzésmunkát végzek, és hétről hétre látom magamon a fejlődést. Addig még van 4 hónap, vagy lehet egy kicsit több, úgyhogy szerintem addig én is olyan szintre el fogok tudni érni, hogy már remélem, hogy közösen tudok majd dolgozni a lányokkal, még ha nem is 100%-ban, de a feladatok 70-80%-át már szeretném addigra majd végrehajtani a csapattal. Nagy álma a klub sikerek elérése mellett az, hogy az ő generációjával, mindenek előtt Studer Ágnes csapattársával, no és más csapatokban is szereplő, kiemelkedő hazai tehetségekkel, például Lelik Rékával és társaival, a magyar női kosárlabda válogatottal tudjanak elérni rég nem látott nagy sikereket. Személyre szabott edzésterveket készít, minden nap felhívja tanítványait, de nem csak az elvégzett munkára kíváncsi, hanem arra is, hogy bírják a megváltozott körülményeket a fiatal futók. Fogarasi Sándor atlétika mesteredző és segítője, Halász Ádám időt és energiát nem sajnálva, mind a 18 versenyzőre maximálisan odafigyel. Nagy Lujzával az augusztusi orfűi tósó futáson találkoztunk. Akkor elmondta, hogy pályaversenyen a 2000 métert szereti a legjobban, és az a célja, hogy eljusson az olimpiára. Ez azóta sem változott. Orfűn az országúti versenyen egyébként 3. lett a felnőtt mezőnyben, idén pedig megnyerte a Budapest bajnokságot. Most a többi atlétához hasonlóan egyedül készül, és egyéni edzésterv alapján dolgozik. Nem könnyű, mert hát így egyedül kell csinálni, ezért jó, hogyha van valaki, aki tud velünk jönni, és hát nehéz. Sokszor van folyamatos futás, de azért vannak erős futások is, és felmérő is. Sokszor szoktam futni tüskésréten, vagy így a városba, de akkor kísérnek engem a szüleim. A 2000 méter a kedvencem, amit nagyon szeretek futni, és hát örülnék egy ilyen olimpiának. Fogarasi Sándor mesteredző minden tanítványának egyénre szabott edzéstervet készít, de mint mondja, így nehezebb motiválni a fiatalokat. Természetesen ez nem olyan edzésmunka, mintha az edző ott lenne és látná, de mint ezen a héten is egy fölmérést végeztek el a versenyzőink, és zárójelben szeretnék hozzátenni egy nagyon fontos dolgot, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy főleg itt a fiatalkorú versenyzőinknél a család és a szülők maximálisan partnerek ebbe a kérdésbe, kísérik a versenyzőt kerékpáron, autóval, személyesen ott vannak, és ez egy nagyon jó dolog. Jó dolog azért, mert a versenyző nincs egyedül, és jó dolog azért, hogy a szülő is látja azt, hogy a gyerek egy hasznos dolgot csinál. Legalább egy szinten tartás legyen, ugyanis nincs rivalizálás, tehát fiatal gyerekekről van szó, és egyénileg végzik azt a munkát, ami akár közepes, akár maximális tevékenységről van szó, azért az nem olyan, mintha pályán az edzői felügyelettel és a versenytársaikkal együtt végezni kell. Tehát röviden a válaszom az, hogy én egy szinten tartásba bízom, és sajnos ennek az évnek a szabadtéri versenyideje, ez az évszak, ez elment, ezt tudomásul kell venni. Hát bízunk benne, hogy ősztől és a jövő év az már egy normálisabb időszak lesz. Nem csak a tanítványoknak, hanem az edzőknek is fontos a visszacsatolás. Fogarasi Sándor munkáját Halász Ádám segíti. Naponta felhívják mind a 18 versenyzőt, és arról érdeklődnek, hogy sikerült-e teljesíteni a napi adagot, de arra is kíváncsiak, hogy milyen lelki és fizikális állapotban vannak a futók.
A munkáltatói elvárás az, hogy amióta ez a koronavírus van, csoportosan nem edzhetünk. Minden versenyzőnk egyénre szabott egyéni edzésprogramot kap, tehát edzéstervet, és ezeket az edzésterveket önállóan hajtják végre. Na most kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint több technikai sportág, ugyanis nincsenek szükségünk eszközökre. Ugye futni szinte mindenhol lehet. Peterdi Pál mondta egyszer, hogy a láb az mindig kéznél van, tehát bármikor, bármerre tudunk futni. Pécs egy szerencsés város is. Van síkterep, van hegyi terep, és a lényeg az, hogy minden versenyzőnk megkapta az edzéstervét, és minden áldott nap 7 óra és 8 óra között telefonon kommunikálunk a versenyzővel, hogy hogy történt, mint történt, hogy alakultak a dolgok. Tehát ez, ha nem is személyes kapcsolat, de áttételesen azért mondhatjuk annak, hogy az legyen. Természetesen ez nem olyan edzésmunka, mintha az edző ott lenne és látná, de mint ezen a héten is egy fölmérést végeztek el a versenyzőink, és zárójelben szeretnék hozzátenni egy nagyon fontos dolgot, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy főleg itt a fiatalkorú versenyzőinknél a család és a szülők maximálisan partnerek ebbe a kérdésbe, kísérik a versenyzőt kerékpáron, autóval, személyesen ott vannak, és ez egy nagyon jó dolog. Jó dolog azért, mert a versenyző nincs egyedül, és jó dolog azért, hogy a szülő is látja azt, hogy a gyerek egy hasznos dolgot csinál. A csapatban nagyon sok jó fizikai adottságú fiatal van, de több tényezőtől függ, hogy lesz-e belőlük válogatott sportoló. Fogarasi Sándor hisz a munkában, és azt az elvet vallja, hogy ezeknek a fiataloknak 18 éves korukra meg kell kapniuk azt a választ, hogy erre a sportágra mit és mennyit érdemes áldozniuk. Tavasszal biztosan nem lesznek fitness modell versenyek, a koronavírus járvány miatt ugyanis a hazai és a nemzetközi szövetségek is lemondták a szervezést. A pécsi Szakács Team egy szusszanásnyi pihenő után azonban edzéssel és diétával készül az idei rajtra. Szombaton az úgynevezett pózoláson forgattunk. Szépek és csinosak, már készülnek az idei versenyszezonra a fitness modellek. A koronavírus járvány miatt ugyan a hazai és a nemzetközi szövetségek is lemondták a tavaszi versenyeket. A pécsi Szakács Team egy szusszanásnyi pihenő után edzéssel és diétával készül az őszre. Lívia nagy visszatérő, egy év kihagyás után most bombaformában van. Nagyon rosszul érintett, mert nagyon-nagyon most úgy éreztem, hogy ez a szezon nagyon jól fog sikerülni, viszont azt beszéltük meg a Sanyival, hogy tartjuk a formát, hogy mennyire csak lehet, és megpróbálok minél több versenyen indulni ősszel, meg legalább megpróbálom a pozitív oldalát nézni, hogy őszre így jobbak tudunk lenni. A 2019-es évet 10 első, 4 második és 6 harmadik helyen zárta a pécsi Szakács Team. Szakács Sándor azt tervezi, hogy idén 6 versenyzővel vág az idénynek. A szombati pózoláson 3 lánnyal foglalkozott. Igen, vége húsvétnak, most elkezdtük a felkészülést, elméletileg, ha minden igaz, szeptemberben már versenyzünk. Most közel ilyen 70%-os formát tartanak a lányok, nagyon-nagyon nehéz volt azért őket motiválni, most megint van közel fél év, de úgy gondolom, hogy ez sikerült, hát majd látni fogjátok, hogy azért nem néznek ki rosszul. Most 3-an vannak itt a próbán, mert külön vannak választva a lányok, külön van az fiúk. Én nagyon szeretném, ha szeptember elején már el tudnánk kezdeni a versenyzést. Volt egy országos válogatás kisvirág színein belül, egy nagyon ismert fitness modell, és 2 versenyző az ő színeibe fog versenyezni, de az én felkészítésem alatt. Teljes mértékben rám van bízva, a verseny előtt majd egy hónappal hozzá fognak följárni, pózolni, ő fogja őket csekkolni, de szabad kezet kaptam teljesen persze. A kisvirág válogatóból Hellstáb Lilla és Gáz Petra került a Szakács Teamhez. Igazából én már egy évvel járok személyedzőhöz, csak egy másik pécsi fitnessteremben voltam, és hát a kisvirág kiírta ezt a versenyzőválogatót, és akkor erre jelentkeztem, hanem megtetszett ez a világ. Január óta dolgozunk együtt a Sanyi, és nagyon szeretem. Heti 5-ször edzek, és még külön szoktunk pózolni 1 órát. A lányok nagyon várják már, hogy a színpadon is megmutathassák, mit tudnak. Hát igazából a Sanyinak a munkássága az nekem mindig nagyon tetszett,
illetve a Virág egy példakép szerintem ebben a kategóriában, amit ő képviselt, és akkor döntöttem el, amikor megláttam, hogy a Sanyival együtt fogunk dolgozni, illetve hogy Pécsen a Sanyi lesz a felkészítő edző, úgyhogy ez egy nagyon nagy motiváció volt, illetve a pécsi lányoknak a sikerei megadta a lökést. Lillának és Petrának nem is kell őszig várnia az első megmérettetésig. Egy úgynevezett karanténkupát rendeznek május elején. A lányok online jelentkeznek majd be, és úgy versenyeznek. Ötödik maratonját nem megszokott terepen és körülmények között futotta le Cselik Bence. Az egyetemi adjunktus gyümölcsfák és bokrok között Anyósa veteményesét is kikerülve futott, 42 km 195 métert. A karatont 4 óra 43 perc alatt teljesítette. Ezen a kihíváson tehát túl van már Bence, viszont újabb tervei vannak. Innen volt a rajt, ez volt a cél is, tehát ugye ide kellett körbe érni, és akkor itt indultunk el. Bence a 42 km 195 méteres futás rajtját mutatja éppen. Az egyetemi adjunktus egy kihíváson törte a fejét, amikor megszületett az ötlet, hogy Anyósa kertjében futja le élete ötödik maratonját. Igazából kettő inspiráció volt. Egy hónappal ezelőtt hallottam, hogy egy francia srác otthon az erkélyen ezt lefutotta, volt egy ilyen 7 méteres erkélye. Jó van, azt így konstatáltam, persze, tök jó dolog. Aztán egy két héttel ezelőtt az egyik ismerősöm kihívott erre a WC-papír dekázós kihívásra, de hát én annyira nem vagyok jó fociba, meg dekázásba, megpróbáltam, tehát szerettem volna teljesíteni. Gondolkoztam, hogy valami poént, hogy akkor egy egész nagy pak WC-papírral megpróbálom, de semmi nem ment. És akkor ugye kettőből valahogy így összegyúrtam, hogy hát futni amúgy is tudok, meg szeretek, itt van is azért hely, és akkor így jött igazából az ötlet. A megvalósítás nem volt olyan egyszerű, ugyanis gyümölcsfák és bokrok között kellett futni, sőt, még veteményes is van a kertben. A 80 méteres kört 527-szer tette meg az egyetemi adjunktus, és még futott 35 métert, hogy meglegyen a 42 km 195 méter. Mindezt 4 óra 43 perc alatt teljesítette. Hát igen, azért mégiscsak gondoltam, hogy legyen valami súlya, tehát hogy egy kicsit azért tényleg legyen teljesítés. Persze most szoktunk ezen így nevetni, meg tényleg ügyes a srác, hogy akkor itt futosgál, de hát az mégiscsak egy maraton. Tehát aki már készült valamilyen futóversenyre, azért mégis tudja, hogy mégiscsak egy maratonról van szó. Sima egyszerű GPS-szel mértük le, és tényleg így lépésbe körbe mentünk, és úgy jelöltük ki, úgymond a pályát, megnéztük, hogy mekkora. Tehát nem tudtam előre, hogy mekkora, megnéztük, hogy mit lehet ebből kihozni, és akkor hogy a legoptimálisabb. Hát a család ugye, aki itt volt, illetve hát itt a szomszédok pont az erkélyen voltak, így gondoltam, hogy vajon most akkor mit gondolhatnak rólam, hogy ez itt már futósgál, már több mint 4 órája, és vajon mit csinál, meg miért csinálja, de egyébként hát itt azért ez egy zárt terület, úgyhogy nem, a családon kívül nem nagyon volt senki. Bence mindenre gondolt, még frissítő állomást is elhelyezett a kertben, de mint mondja, voltak holtpontok a karaton alatt. Feladni semmiképpen sem. Sok versenyen voltam már, még egy versenyt sem adtam fel. Nem szeretem az ilyet, tehát amiben belekezdek, azt szeretem végigcsinálni. Hát aki már futott maratont, az tudja, hogy az 30 kilométernél kezdődik. Itt szoktuk így mondani futóberkekben, hogy az 30 kilométernél kezdődik. Hát igen, tehát ez a 30-34 kilométer között, még akkor is, hogyha ez nem volt olyan nagy tempó, akkor jöttek már a problémák. Nyilván ugye pályától függő, hogyha így sportszemmel nézzük, hogy mikor milyen problémák lehetnek egy futónál. Itt ugye a gyorsabb irányváltások, meg az egyenetlenebb talaj miatt egy kis tértfájdalom, így az ízületekben azért, meg a szalagoknál ott az jelentkezett, és az már egy kicsit kellemetlen volt így a 30-34. Kilométernél. Nem ez volt az egyetlen kihívás, amit Bence kitalált. Ötletei bőven akadnak. Ugye szerettem volna ezt ajánlani azoknak a sportolóknak, legyen profi vagy amatőr, akár futó, akár bármilyen másik sportága tűző sportolót, tehát szerettem volna nekik ezt ajánlani, akik felkészültek versenyre és nem tudták teljesíteni. Én is készültem egy versenyre, az jövő héten, vagy ezen a héten szombaton lett volna, és hát gondoltam, hogy végül is akkor azt is meg tudjuk csinálni. Ez egy akadályfutó verseny, ez Pogányban szokott lenni a tátos futás, úgyhogy már felvettem a kapcsolatot a szervezőkkel, hogy én tervezek egy ilyet, úgyhogy ha Anyósom is megengedi, akkor itt egy akadályfutó verseny lesz majd szombaton. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!